A rendezvény előzménye az a 2008-as felmérés, melyet a Magyar Művelődési Intézet és Képző Művészeti Lektorátus Kutatási és Programfejlesztési Főosztálya készített. A felmérésből kiderült, hogy Békés megyében 21 olyan település van, ahol a művelődési ház zárva van. Úgymond kulcsos ház, tehát ha van benne egy program, akkor bizonyos helyről el lehet vinni a kulcsot, de rendszeresen szervezett műsorok, programok nincsenek. És ez adta az ötletet, hogy jó lenne itt valamit csinálni, hiszen a hátrányos helyzetű települések intézményeiről van szó, és miután közel 20 éve közművelődésben dolgozom, pontosan tudom, hogy ezek a házak nehéz anyagi körülmények között dolgoztak, aztán a pénzügyi nehézségek hozták azt, hogy bezárták őket, ezeken a településeken nincs szakember, és így jött az ötlet, hogy valamit kellene csinálni. Így született meg a szervezőkben a kapunyitogató elnevezésű rendezvény gondolata, melynek keretében három eseményt visznek a kisebb Békés megyei településekre. A rendezvényt a Békés megyei önkormányzat 2,5 millió forinttal támogatja, melyből 10 település gondjait tudják ideiglenesen enyhíteni. A megyének vannak műhelye intézményei, amelyek viszont csak eddig inkább várták a vendégeket. Mi azt gondoljuk, hogy az nem tartható, hogy egyik helyen semmi nincs, a másik helyen meg mégiscsak a városokban megmarad. Ezért is döntöttünk úgy, hogy egy programfinanszírozásban 3, 5, 10 napra, egy hónapra újból nyissuk ki a művelődési házakat. A rendezvény első állomása a Békés megye legkisebb lélekszámával rendelkező községe, Újszalonta, ahol szeptember 7-én, hétfőn 16 órai kezdettel indul a kapunyitogató.